Az izraeli hadsereg folytatja hadműveleteit, annak ellenére, hogy tévedésből megölték a palesztin-iszlamista szervezet három megszökött túszát, jelentette ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök. A tragédia összetörte az egész nemzetet, a hadműveletet pedig a Hamász megsemmisítéseig folytatjuk, tette hozzá. Az Újságírók Nemzetközi Szövetsége egy listát tett közzé, amelyen 66 újságíró neve szerepel, közülük 59 palesztin, akik elestek az Izrael és a Hamász közötti konfliktusban. A halottak között van három libanoni és négy izraeli újságíró is. A francia külügyminisztérium magyarázatot követel az izraeli hatóságoktól a délgázai Rafahi lakóépület elleni légitámadás körülményeiről, amelyben egy tucat civil vesztette életét, köztük az egyik tisztviselőjük. Az izraeli hadsereg megölt négy palesztin fegyverest Cisjordániában vasárnap hajnalban, jelentette a katonai szóvivő. Drónokkal lőtték az osztagokat, és amellett, hogy több palesztint megöltek, letartóztattak számos körözött szemét és fegyvereket találtak a Nur al-Sams nevű menekültáborban. A palesztin hatóság egészségügyi minisztériuma bejelentette egy 16 éves fiú halálát is. Szombat este a francia külügyminisztérium egyik alkalmazottja is meghalt egy Rafahi robbanásban. Franciaország elítélte a támadást és felszólította az izraeli hatóságokat, hogy vizsgálják ki az ügyet. Az izraeli hadsereg közölte, hogy mindent megtesz az ártatlanok védelmében, és nem bántja szándékosan az újságírókat. Eközben Tel Avivban lesátoroztak a túszok hozzátartozói és támogatóik a főhadiszállás épülete előtt.